Zsidókhozírt levelet fogjuk folytatni, zsidókhozírt levél tanulmányozását, és a második fejezetet fogjuk ma elkezdeni. Miután az előző alkalommal, hogy 110-es Zsoltárra foglalkoztunk, annak a mélyére ástunk, és láttuk az eddigi részekből is Krisztusnak a felemelését, Krisztusnak a tökéletes beazonosítását az ószövetségi Úrral, az ószövetségi Istennel, hogy mindenben, minden tulajdonságában lefedi azt, amit az Ószövetség vallott az egyedüli Istenről. Most pedig majd meg fogjuk nézni a második fejezet első igeversét. De felolvasom az első fejezet első igeversétől kezdve, hogy egybe lássuk ezt, mert hogy lássuk egybe azt, ami összetartozik. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségnek a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavában hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nem szedtelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádj őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja, az angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjával, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és király pálcád az igazság pálcája, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, örömolajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezedben, és te és a te kezed alkotása az ég, azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok elavulnak, mint egy ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségedet lábad zsámoljává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldetek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetést, és akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megrősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Tehát láttuk azt, hogy milyen határozottan tanítja, milyen határozottan tesz bizonságtételt arról, hogy az Ószövetség Istene, a Jahve, minden feletti szuverén Úr. Ezt megteszi az Ószövetség, és ugyanezt megteszi, ugyanezt bizonyítja itt a zsidókhoz írt levél első fejezete Krisztusra vonatkozóan, a fiúra vonatkozóan. Mindenek feletti szuverén Isten, a fiú. És teszi ezt úgy, hogy egyrészt félrerakja az úgymond riválisokat az útból. Mert kik ezek a riválisok, akiket félrerakott? Az egyik rivális a mélyen tisztelt proféták, az Ószövetséggel kapcsolatban is kialakultak személyi kultuszok. Emlékezhetünk Jézus meg a farizósok írástudók vitájára időnként, akik Ábrahámra hivatkoznak, Mózesre hivatkoznak, és különböző emberekre, profétákra hivatkoznak. Ahelyett, hogy Istenre, vagy a megírt igére hivatkoznának. Tehát kialakult egyfajta személyi kultusza ezeknek a profétáknak. Ahogy ma is vannak személyi kultuszok, ma is sokszor az emberek szava, vagy valamilyen tanítónak a szava, az többet ér, mint az Istennek a szava. Mint ahogy Pál ugye azt mondta a béröljakkal kapcsolatban, hogy béröljak azok nemesebb lelkűek voltak, mert nem csak úgy vették az igét tőlem, hogy akkor ez van, nem egyfajta személyi kultusztártként álltak hozzám, mint esetleg a nagy apostol. Tehát nem ilyen módon álltak a béröljak Pálhoz, hanem megnézték, hogy az írásokban valóban úgy van-e, amit Pál hirdet. Valóban igaz-e, amit Pál hirdet. És ez jó, de nagyon sokszor ma, akár
már tizen pár alkalommal megnéztük a katolicizmust. Ugye a katolicizmus mond valamit, és a katolikusok jó része vakon elhiszi, amit hall az egyháztól. Ha megnézne a Bibliát, akkor látná, hogy ez nem stimmel. De elhiszi, mert hogy egyfajta személyi kultusz, vagy hát egy intézményi kultusz uralkodik, és nem Isten szava, nem ő az első. És ez erre irányult ez a fajta, vagy erre is tudott irányulni, hogy Isten szava legyen az első. Az Istennek az üzenete legyen az első. És nagyon sok nem hívő is, vagy éppen olyan hívő, aki megpróbál ilyen lazább kereszténységben élni, ők is időnként, vagy megreformálja a keresztény hitet, ők is mondanak olyasmiket, hogy hát ez a tudós ezt mondta, az a tudós meg azt mondta, például az evolúcióval kapcsolatban. Mert hogy az a tudósnak a szava, mert hogy ő tudós, az többet számít embereknek, mint amit Isten mond. Tehát félreteszi ezt a fajta rivális emberkultuszt az útból. Aztán félreteszi a mélyen tisztelt angyalokat is az útból. Mert hogy a zsidóságban, ahogy erről beszéltem akkor, amikor ezt a részt néztük, az angyalokkal kapcsolatban is ma is, most is van kultusz. Most is az angyalok nagyon nagyra vannak tartva bizonyos ezoterikus körökbe, irodalmakba, és szeretnek az angyalokkal foglalkozni az emberek. Mert az angyalok különleges, misztikus lények, de minden vallásban vannak valamiféle gonosz, angyalszerű lények. Nem az angyalokkal kell törődni, nem a proféták tiszteletével kell törődni, nem lehet rájuk hivatkozni, se angyalra, se profétára nem lehet Krisztussal szemben hivatkozni, egyébként sem. Mert hogy a proféták és az angyalok, hogyha normálisak természetesen, ha Isten profétái, meg Isten angyalairól van szó, akkor ők minden esetben Isten követésére bíztatták az embert. Ha az angyal más mond, akkor az egy hamis valaki, az egy démon, az valami más az ő szándéka, mint Istennek a dicsérete. Ha nem dicséri Istent például az angyal, hanem arra bíztatna, hogy kövess engem. Az angyal sosem fogja azt mondani, hogy kövess engem az ő saját akaratából. Tehát a prófétek és az angyalok azok Istent szeretik, tisztelik, követik, és abszolút engedelmesek Istennek. Nem véletlenül az Ószövetségben látunk a profétát, akit kettőfűrészelnek, ugye gondoltunk, hogy Ézsaiás volt, akit Manassé kettőfűrészeltetett például, mert hogy azt csinálta, amit Isten mond, és nem engedelmeskedett a hatalmaknak. Mert hogy ismerik Istent, és ismerik azt, amit Isten akar, amit ő mond. Tehát ismerik Istent, ismerik az ő akaratát. És ebből a tudásból, ebből a felismerésből kell, hogy származzon engedelmesség, kell, hogy származzon valami, ami végérvényesen mindenképpen az engedelmesség, ami ugye Istennek a szeretet nyelve. Ha Istent szeretjük, ezt úgy tudjuk kimutatni, ami neki tetszik, ami az ő szeretet nyelve, hogy érzi a mi szeretetünket, hogy engedelmeskedünk neki. De egyébként minden praktikusan, minden ismeretből kell, hogy származzon valami. Normális esetben. Ha ismerik az ABC-t, akkor ebből abból az származik belőle, hogy tudunk olvasni, tudunk írni. Ha ismerünk egy nyelvet, akkor értelemszerűen tudunk beszélni azon a nyelven, tehát használjuk az ismeretünket. Ha ismerik a matematikai műveleteket, akkor tudunk számolni. Tehát használjuk azt, amit ismerünk. Ha azért tanulunk szakmát, hogy azt használjuk, az ismeretünket azért akarjuk növelni, nem lápullár módon, mert hogy nem tudom milyen felesleges ismeretre szeretnénk szert tenni, hanem azért, hogy az bennünket gazdagítson, hogy az bölcsebbé tudjon tenni, hogy azt mi használni tudjuk az életünkben. Például a reformáció korában voltak olyan közösségek, ilyen a Habán közösség például, aki most is lehet látni még időnként különböző kerámia tárgyakat csináltak, annak, hogy megtanultak írni, olvasni, az volt az egyetlen indok, hogy a Bibliát tudják olvasni. Más könyvük nem volt, egyedül csak a Biblia, hogy a Bibliát tudják olvasni. Ez az egy célja volt számukra annak, hogy megtanultak olvasni, megírni.
mert hogy akarták olvasni a Bibliát. És éppen úgy, ahogy ezek a praktikus ismeretek, akár a betűknek a tudása, akár a matematikai műveleteknek az ismerete, a szakmánknak az elsajátítása, az Isten ismeret is ugyanilyen, amiből muszáj, hogy gyakorlati megvalósulása történjen az Isten ismeretnek. De egyébként sokkal fontosabb az Isten ismeret, mint ahogy amikor a Tapolca iskolában tanítottam, akkor mindig mondtam a gyerekeknek, hogy ez a legfontosabb tantárgy, amit ti itt hallgatni fogtok, mert hogy ez nem csak erre az életre szóló ismeretet ad, tud adni nektek, hanem így ez az örök életre szóló ismerettel foglalkozik, és ennek a gyakorlása, vagy ennek az alkalmazása, ennek az ismeretnek az alkalmazása, annak örökérvényű hatása van, mint ahogy a informatikusok csak X ideig lesznek, de Istennel való viszony az pedig örökké szólhat. Ha tehát hisszük és tudjuk azt, hogy mekkora hatalommal, amit ugye az első fejezet részletezi, mekkora hatalommal rendelkezik Krisztus, akkor tesszük is azt, amit a proféták és az angyalok tesznek. Amit ők is megtesznek, szó nélkül, vagy mindenfajta ellenvetés nélkül Isten felé, hogy engedelmeskednek Istennek. Az ismeretet, amivel rendelkezik, az gyakorlatba ültetik. És hogyan fogalmazza meg ezt a következtetést, ezt a cselekvést, ami Krisztus helyes ismeretéből származik? Egy figyelmeztetésben fogalmazza meg, amit itt látunk az első versben például, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a halottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige oly erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta az igazságos büntetést, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. És egyébként ez egy jellemzője a zsidókhoz írt levélnek, hogy lefektet egy igazságot, és utána elmond egy azzal kapcsolatban való figyelmeztetést. Hogy mi következik abból az igazságból. És általában ugye abból valamiféle figyelmeztetés, vagy éppen bátorítás fogalmazódik meg az igazsághoz hozzácsatolva. Tehát mivel kezdi ezt a figyelmeztetést? Ugye azzal kezdi, hogy ezért. A lényege, az oka a figyelmeztetésnek, ugye, ami előtte van. Azaz, aki Krisztus is, amit ő tett és tesz, sokkal jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mik ezek a hallottak? A hallottak benne van egyrészt a Krisztusról szóló ismeret. Krisztusról szóló ismeret egy nagyon fontos dolog a keresztény életben, mert általában minden életben, minden kapcsolatban fontos, hogy az ember megismeri a másikat. Tehát muszáj, és a megismerésből, abból általában származik a másik megértése, származik a másikhoz való jobb, mélyebb ragaszkodás, így ha valaki jobban ismeri Krisztust, akkor jobban fog hozzá ragaszkodni. Meg fogja érteni az ő akaratát, meg fogja érteni Krisztusnak a személyét. A másik az, amire a hallottak vonatkozik, ugye a hallottakra figyeljünk sokkal jobban, az a Krisztus által szólt ige, a szólt beszéd, Krisztus szava, amire figyelni kell. Csak azért is, mert hogy ki mondja. A világban kicsit említettem már, hogy ugye valamikor egy bizonyos professzor szava, valaki számára persze, nem nekünk keresztények számára, többet ér, mint az Istennek a szava. Ha akár valamilyen Bibliával összefüggő kérdésbe, akár evolúció, akár orvostudomány, akár valamiben megnyilvánul, akkor valaki azt mondja, hogy az az orvos az ért hozzá. A Biblia meg hát az meg milyen régi, meg most egy halász, akár Péter, vagy János, hogy mit értett már ahhoz, hogy mi van az evolúcióval, meg egyéb. Hát nem értenek hozzá, meg azok a Mózes, hát ugyan már nem ért az semmihez. Tehát lehet ilyeneket mondani, csak ugye egy ige sem származik emberi akaratból, ami a Bibliában benne van, hanem mind a Szent Lélek ihletése miatt van benne a Bibliában. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nem ezek az emberek írták a Bibliát, hanem a Szent Lélek ihlette őket, hogy írják a Bibliát. Nem a saját gondolataikat írják le, hanem az Isten üzenetét közvetítik. Isten által hozzánk szólt szavak.
mit kell kezdeni ezekkel a hallottakkal? Ugye azt mondja itt, hogy jobban kell figyelnünk ezekre a hallottakra. Jobban a perisoteros görög szó szerepel itt, ami egy ilyen elmélyülést, hogy valaki nagyon elmélyül, és újra elmélyül valamiben. Tehát megvan ebbe a szóba az elmélyülésnek a gondolata, és benn van az is, hogy újra és újra megteszi, gyakran megteszi ezt a fajta elmélyülést. Hogy minél jobban, egyre gyakrabban elmélyül valamiben, mélyebbre is kerül valaki. Tehát a jobban szóban ez a fajta egyre nagyobb elmélyülés van benne. Jobban kell figyelni, a figyelni szóban pedig, hogy valami felé valaki elkötelezi önmagát. Ez a görög értelme, vagy a görög szónak az értelme ennél. Valami felé elkötelezem magamat, oda figyelek, teljesen rá koncentrálok. Tehát elmélyülten is gyakran kell megbizonyosodnom arról, hogy a Krisztusról szerzett, az Istenről szerzett ismereteim és az általa tanítottak vezérlik-e az életemet, hogy azok szerint élem-e az életemet. És ha ebben egyre gyakrabban elmélyülök, és ennek természetesen az az egyik módja, hogy az ember olvassa a Bibliát újra és újra. Nem az, hogy egyszer kiolvastam a Bibliát, és akkor onnantól én rendben vagyok, mert kiolvastam egyszer, és akkor vége, akkor hol a következő könyv? Nincs, ebbe kell elmélyedni, ebbe az ismeretbe. Tehát nincsenek ezoterikus ismeretek a kereszténységben. Nincsenek ilyen fajta ismeretek, mint amit a nem keresztény, de keresztény színezet, ugye a mormonizmus, abban van, mert abban különböző lépcsők vannak, a különböző megismerésnek a lépcsői vannak, és akkor egyre ezoterikusabb, egyre titkosabb tudások tudnak megjelenni az ember életében, mert az ember szereti az ilyen titkos, különleges ismereteket, és szeretne ilyen ismeretek birtokába kerülni. De a kereszténységben nincsenek ilyen titkos ismeretek. Bárki bemehet a könyvesboltba, és megveheti ezt a könyvet, és elolvashatja, és nincs több. A töbletet természetesen ugye a Szentlélek adja, aki meg is világosítja ezeket a szavakat. De nincs több információnk. De nem is kell több információ, mert ez minden információ, sőt, sokkal több információ is, mint ami szükséges lenne. Isten elárasztott bennünket információkkal. De ez pedig, hogy mi azért állandóan monitorozzuk az életünket, ez szükséges, ez pedig kell. És az itteni szó, a kell, ugye a görög szó pedig, megint csak egy olyan szó, ami azt mondja, hogy ez elkerülhetetlen, kényszerű dolog, tehát szükségszerű dolog ezt megtenni. Tehát a kell szó legszélsőségesebb értelmében kell értenünk itt ezt a kell szót. Mert nem lehet másképpen. Ez az egyetlen út, ez az egyetlen mód. Ha egy ismeret nem változtatja meg az életemet, akkor az egy számomra nem fontos ismeret. Ha valakinek az életét, az a tudás, amit Istenből ő szerez, nem változtatja meg az életét, akkor ebből az következik, hogy számára az Istenről való ismeret, az egy nem fontos ismeret. Az egy felesleges ismeret az ő életére vonatkozóan. Tehát nekünk etikai, morális kötelességünk, hogy az Isten ismeret az állandóan formáljon bennünket. Formálja a viselkedésünket, formálja azt, ahogy mi gondolkozunk. Ha arra gondolunk, hogy hogy jutunk el A-ból B-be, tehát A, ahol most éppen vagyunk, ugye B, ahol szeretnénk kerülni, akkor általában tudjuk a végcél, tudjuk azt, hogy hova akarunk eljutni. Nagyon ritka, hogy úgy indulunk el, hogy nem akarunk valóva eljutni. Mert azért indulunk el, mert vagy el akarom érni azt a célt, hogy most akkor egyet sétáltam, vagy egyet kirándultam, vagy egyet bicikliztem, és találomra fordulok be az utcákba, hogy felfedezzem a környéket. De ez is egy a B pontnak felel meg, mert ez volt vele a célom, hogy ezt megtegyem. Tehát minden, amit teszünk, annak van egy A pontja, meg egy B, tehát valóban el akarunk jutni. Tehát valamit el akarunk érni azzal, hogy elindulunk, hogy mozgásba hozzuk a mi testünket.
És ezen a célon, ezen a végponton tartjuk a gondolatunkat, vagy a szemünket. És ezért muszáj, hogy az embernek legyen egy fix pontja mindig az életében. Ha hajósokat nézzük, akkor egy tengeren, mint például a földközi tengeren, ahol a szárazföld jó darabig nem látszik, a csillagok adtak útirányokat. És ahhoz mérték, amíg még nem volt ilyen különböző szög, de akkor is különböző csillagállásokból nézték meg, hogy most akkor hol vagyunk, milyen szög, tehát hogyan megyünk éppen. De valami fix pontot kell találni, ha az ember valahova el akar jutni. Mert hogy kell fix pont az ember életébe. És mindig van is fix pont az ember életébe, kérdés az, hogy mi. További ezt a hajós példát, ugye, ha valaki egyszerűen csak azt mondja, hogy na, én az előbb megnéztem, erre kell menni, és megy, napokig megy, és napokig vezeti a hajóját, akkor a szél el fogja sodorni, a hullámzás el fogja sodorni, minden el fogja sodorni, ha nem látja a fix pontot, hiába lövi be az út elején az ő hajóját, vagy az ő kormányát beállítja, lefixálja, hogy én arra megyek, el fog menni egy másik irányba, mert hogy a körülmények el fogják vinni egy másik irányba. Biztosan célt fog téveszteni. Ha nem érnek meg a csillagok, ezért szoktak régebben a tengerészek bajba lenni, nincsen csillagok, mert nem tudnak mihez igazodni. Nagyjából tudják, hogy merre kéne menni, de pontosan tudják, hogy ha egy szögpercet eltérnek, akkor onnantól egész más kikötőbe, egész más területre fognak kiérni. Ha valaki GPS-t használ, GPS-be az ember beállítja, hogy hova akar menni. És a GPS-re egy kicsit eltérünk az által javasolt úttól, akkor mindig újra számolja a dolgot, újra tervezi az utat, hogy mindig el tudja mérni azt a pontot, ahova én tartok. Mindig a cél felé vezet bennünket a GPS, és mindig elmondja, hogy mi. És bennünk is kell legyen egy ilyen GPS a hitünknek, vagy az Isten kapcsolatunknak a GPS-e, ami mindig azt mondja, hogy na most letértem, most újra tervezem, most akkor valamit teszek mondjuk ebbe a szituációban, mi helyre rakom ezt a szituációt, és megyek tovább azon az úton, amit Isten szán nekem. Tehát kell, hogy ez legyen. Kell, hogy a célon, mert GPS ugye célon tartja a szemét, ugye? Szegénynek nincs, de van égi szeme, úgymond. Tehát a műhold, ugye ez a GPS maga ugye globális pozíció meghatározó rendszer. Tehát ugye az ő szeme műholdból látja a célt, és arra felé vezet. Nekünk is van, ügyünk is kell, hogy legyen egy ilyen célon tartó szemünk. Miért kell? Mert hogy nincs olyan ember, akinek ne lenne célja. Maximum más a célja, céltévesztettek. Olyan céltalanul lézengő emberek nem nagyon vannak. Nekik is van, mert mindenkinek van célja, de éppen a beleszeretett az anarchiába, és akkor az neki a célja, hogy ilyen keruaki, vagy mit tudom én, milyen módon élje az életét. Tehát a nagy amerikai szabadságot megvalósítsa például Magyarországon, mármint az ilyen 60-as évekbeli nagy amerikai szabadságot megvalósítsa itt Magyarországon. A kérdés az minden esetben, hogy mi ez a cél? Vagy lehet ugye Istennek kapcsolatban lehetne azt mondani, vagy egyes embereknek, személyekkel kapcsolatban is, hogy ki ez a célja az embernek az életében? Ha Isten országa, akkor rá kell, ugye Istenre kell tekinteni, és ha valami miatt elterelődik a figyelmünk, mert hogy ez bekövetkezik, hogy dolgok befolyásolva kerülhetünk, akár munka, akár valami egyéb elfoglaltság, vagy éppen kapcsolat, vagy bármi lehet, akkor tudjuk ismét Istenre fixálni a tekintetünket. És el is mondja itt az első vers, hogy miért muszáj ezt tenni, és azt mondja, hogy mert megvan az elsodródásnak a veszélye. Mit mond valaki egy általában, ugye evangéliumi kereszténység, aminek van nagyon sok jó dolga, de van egy-két rossz beidegződése is. Az egyik rossz beidegződése az, hogyha van egy evangelizáció, és valaki elmondja a megtérők imáját, amit bűnösök imáját,
akkor utána illető azt mondja neki, hogy mostantól örök életed van, bármit teszel, nem fogsz kiesni a kegyelemből, nem fogsz kiesni a mennyből. Tehát mostantól biztos útad van a mennybe. Ezt elmondják. Amit nem mondanak el egy ilyen illetőnek, hogy nagyon jó, amit most teszel, mert most Isten előtt vagy, megalázkodtál, mert Istennek köszönsz valamit, amire te nem voltál képes megtenni, nem lettél volna soha képes megszabadítani önmagad a bűnöktől, felismerted azt, hogy Isten feletted van, hogy ő uralkodik ebben a világban, és muszáj, hogy engedelmes legyél, hogy vele kapcsolatban legyél, ugye ezt jelentene, ugye, hogy valaki megtér, hogy Isten úrrá teszi az élete fölött. De akkor ez az úrságot, ebbe, hogy ő az úr a te életedbe, ebbe el is kell mélyedni. Most megtetted az első lépést, de ezután jön egy következő, meg egy következő, meg következő, meg következő lépés. Tehát most rátértél egy útra, amit neked haladnod kell. Tehát ezen úton kell magad tartani, mert nagyon sok minden fog jönni az életedben, ami megpróbál téged levinni erről a keskeny útról. És nagyon sok minden majd csábítani fog, amit a széles úton látsz, de neked nem szabad letérni a keskeny útról. Tehát ezt valahogy elfelejtik elmondani, ugye ilyen esetekben, hogy ebbe van egyfajta kitartás is Krisztus mellett, amellett a kapcsolat mellett, amit az illető megtalált a megtérésekor. De ezért írja egyébként, és ez rengeteg, az Ószövetségben erről rengetegszer van, szó van. De az Ószövetségben is rengetegszer szó van az Isten melletti elkötelezésnek a fenntartásával kapcsolatban. Tehát, hogy meg kell, hogy minden nap meg kell küzdeni az Istennel való kapcsolatért. Nem Istennek, ugye nekünk, magunkat kell, mert Isten ott, Isten jelen van, ő közel van, mi vagyunk azok, akik könnyen el tudunk sodródni esetlegesen Istentől. Nekünk ezt a belső GPS-ünknek a hangját, azt mindig meg kell hallanunk, akár lehet úgy is mondani, hogy a Szentlélek hangját meg kell hallanunk, hogy helyesen gondolkodjunk, helyesen helyes döntésekre tudjunk jutni. Tehát Pál a Korintusokhoz itt első levélben, harmadik igeverstől fogom olvasni a 12. igeversig tartó szakaszt. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették. Itt ugye a kijövő népről, a szolgaság házából, Egyiptomból a kijövő népről van szó, meg népről, illetve Mózesről. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Ez a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ugye, milyen érdekes, hogy Pál nem azt mondja, mint ahogy most bizonyos körökben divatos, hogy kedves korintusi gyülekezet, vannak problémák, de hát ti már megtértetek. Általában semmilyen figyelmeztető, veszélykeltő szó ma nem hangzik el, de Páltól meg itt van veszélyre figyelmeztető szó, meg ugye a zsidókhoz írt levélben is itt van veszélyre figyelmeztető szó, hogy van veszély, mert hogy itt azt mondja tulajdonképpen az 1 Korintus 10-ben, hogy senki se gondolja, hogy ők különbek, mint az Isten népe, aki a pusztában vándorolt. Mert ugyanúgy emberek vagytok, mint ahogy azok is emberek. Ti is megtapasztaltatok dolgokat Istenből, bár ugye Újszövetségben egy kicsit nagyobb képet látunk, jobban látjuk a dolgot, tehát még nagyobb ugye, ami
felelősségünk is, erről majd később, ugye második, harmadik versben, itt a zsidókhozék levél második fejezetében beszél, hogy ha a proféták ige hirdetése mit eredményezett, akkor a Krisztus ige hirdetése mennyire inkább jobban oda kell figyelni, és mennyire nagyobb büntetés eredményez nem odafigyelni rá, illetve veszélyt jelent nem odafigyelni rá. Tehát, hogy senki se gondolja, hogy a pusztában vándorló nép az egy gonosz, undorító, utolsó senkik voltak, ti pedig tökéletesek vagytok. Ez nem így van. Ti is ugyanúgy emberek vagytok, mint ahogy ők is emberek voltak. Rengeteg mindent megláttak, megtapasztaltak Isten csodáiból, akár a tíz csapásra, akár a tenger kettévállására, akár a tűzoszlopra, meg a felhőre, ugye, ami vezetőket, Isten azok által vezetőket jelenléte. Rengeteg mindenben megtapasztalták Istent, és mégis elfordultak Istentől. Mégis megvolt az a veszély, hogy elkezdtek, és jött a manna minden reggel, amit meg tudtak enni, és mégis lázadoztak, mégis paráználkodtak, mégis elestek. És Isten nem lelte bennük kedvét, el is veszeltette őket ugye a pusztába. Tehát ne legyünk, ugye mondja itt a gyülekezetnek, minden gyülekezetnek, ugye minden kereszténynek is Pál, hogy ne bízzátok el magatokat, mint hogyha jobbak lennétek, mint azok az emberek. Ne nézzétek le őket, mint ahogy ti már valami abszolút különlegesek vagytok. Főleg úgy, hogy ugye például a korintusi gyülekezetben előfordult az, hogy ők elkövettek bűnöket, és azt mondták, hogy de hát mi el tudjuk követni ezt a bűnt is, hiszen Istennek a nagy a kegyelme. Úgy is meg fog bocsátani. Van egy könyv, a Varnum Szavér, ugye az orgonaművész írta, a címe az, hogy hát Isten megbocsát, ez a dolga, nem? Istennek nem dolga megbocsátani. Nem az ő munkaköri leírás, hogy Isten a megbocsát. Nem kötelesség megbocsátani. Rengeteg példa van arra a Bibliában, hogy Istennek nem kötelessége megbocsátani. És azért írja itt, hogy aki azt gondolja, hogy áll, aki azt gondolja, hogy ő tökéletes, hogy semmi veszély nem érheti őt, neki nem kell odafigyelni arra, hogy mit csinál, az vigyázzon, mert ő már elesett. Azzal, hogy nem érzi annak a fontosságát és annak a jelentőségét, hogy ő minden nap Isten elé menjen, és minden nap Istennel élje le az életét, és ezt a fajta lelki, Isten kapcsolati GPS-ét jól beállítsa mindig, és állandóan újra és újra, és egyre mélyebbre menjen az Isten kapcsolatba ezzel, ez egyre pontosabb legyen neki a GPS-e is. Mert hogy a keresztényeknek az egyik definíció az, hogy a keresztények együgyű emberek, olyan értelemben együgyű emberek, hogy egy ügy az, hogy Isten az, aki meghatározó és minden célt átíró cél az emberek életében, a keresztény ember életében. Mindenben, amit tesz, az Isten kapcsolat az, ami azt áthatja. Áthatja a családi életet az Isten kapcsolat, és az Isten szeretet jelenik meg, és az ábrázolódik ki, ahogyan a családban éli a kapcsolatát, ahogyan a munkáját végzi, abban is az Isten szeretet jelenik meg, az is az Isten szeretetéből fakad. Tehát minden, az élet minden területén, minden, amit ő tesz, az Istenben, ebben a szeretet kapcsolatban teszi meg, és ebből származik, és emiatt helyes döntéseket hoz, és helyes irányba tud menni az élete. És erről, amit már elmondtam, rengeteg ószövetségi figyelmeztetés van, rengeteg ószövetségi ige is, rengeteg újszövetségi ige is. De például a Jézusnak a legelső, tehát Máté evangéliumában a legelső példázata, amit elmondott, az pont erről szól. Mert hogy abban az időben, amikor ugye Jézus fellépett a tanítványaival, és ugye János is korábban elkezdte, mint egy 6 hónappal elkezdte a keresztelő János a szolgálatát, akkor volt egyfajta elképzelés arról, hogy mit jelent Isten országa, illetve mit jelent Istent követni, kik azok, akik Istent követik. És volt egy olyan elképzelés, hogy ahogy valaki zsidó lesz, ahogy valaki izraelita lesz, és volt neki egy bemerítési szertartásuk, és ő onnantól, hogy bemerítkezett,
onnantól Izrael népének a tagja lett. Pogányként, de felvette, tehát onnantól ő egynek számított a néppel. Izraelita volt, tehát akkor ő Izraelita maradt élete végéig. És így gondolkoztak erről is, tehát hogyha valaki majd a mi szavunkra megtér, mert Jézus ugye kezdi felkészíteni a tanítványait a szolgálatra, misszióra, a Máté 10.11-ben, meg hogy Isten országa, milyen is Isten országa, és ő 13-ban elkezdi mondani ugye 7 példázat Isten országáról. És a legelső példázata, a magvető példázata. Hogy fognak reagálni az emberek arra, hogyha hallják az Isten országának az üzenetét? És nem azt mondja, hogy hát valaki el fogja utasítani, valaki pedig meg fog térni, és akkor örökké közöttetek lesz. Nem ezt mondja ott Jézus. Nem azt mondja, amit most ugye a különböző evangelizációkon az emberek mondanak, hanem Jézus azt mondja, hogy fogtok olyan emberekkel találkozni, akik örömmel fogják fogadni az evangéliumot. Úgy fog tűnni, hogy közületek valók. Mert hogy örömmel fogadják az evangéliumot, hallják az örömhírt, és pozitívan reagálnak rá, sokáig veletek is lesznek, de valami történik velük. 20-23-as igeverseket olvasom. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és ami nyomorúság vagy üldöztetés, tehát külső tényezők támadnak, az ige miatt azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, az hallja az Isten igét, de a világ gondja és gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem egyik 100 annyit, másik 60 annyit, harmadik 30 annyit. Tehát itt látjuk azt, ami miatt ez a figyelmeztetés is van a zsidókhoz itt levélben. Mert hogy ezek az emberek, ez a két fajta, akik jól fogadták az evangéliumot, Istennek az üzenetét, azoknak ott volt az életében, bár örültek az evangélium, de ott volt a veszélye az elsodródásra, mert ugye a világ csábítása, az mindegyik lehet, ugye gazdagság, egyéb, tehát mindent fel lehetne sorolni, ami bennünket körülvesz, az elcsábította őket, és nem lett belőlük termés. Vannak sokan, most is egyébként, miért, hogy azt mondták nekik, hogy mostantól te keresztény vagy, vagy éppen szeretnek egy közösségbe járni, ezért eljárnak egy közösségbe, de ez igaz rájuk, hogy egyébként ő így a gyülekezetbe járva él egy valamiféle keresztény életet, de egyébként meg a gazdagsága az, ami őt hajtja. Vagy egyébként, nem tudom, én házasságon kívüli kapcsolata van. Vagy egyébként különböző egyéb dolgok kötik le az idejét, és nem az, hogy normális, azaz mondjuk keresztény, vagy Istennek kedves gyümölcsöket teremjen az élete. Tehát itt is látjuk azt, hogy nem elég örömmel fogadni az evangéliumot, vagy elimádkozni valami imát. Nem elég, hogy valaki bebiztosítja a sorsát, hanem ebben a példában, amit Jézus elmondta, hogy ne azt várjátok, amit a prozelita keresztségnél megtörténik, és utána azonnal az illető zsidó lesz végig, vagy izraelita lesz az élete végéig, hanem fogtok majd találkozni, és ne csodálkozzatok, ha ilyen esetekkel találkoztok, amikor lesznek, akik emberek veletek együtt mennek az úton, ugye a keresztény úton, és egyszer csak eltérnek. Próbáljátok őket visszahozni, de ne legyen ez furcsa számotokra, hogy ez megtörténik. Mert hogy ez megtörténik. De van itt egy nagyon fontos egyébként ebben a Jézus magyarázza itt ezt a példázatot, az pedig az, hogy itt ugye azt mondja Jézus, hogy hallják az igét, örömmel fogadják, hallják, örömmel fogadják, és az utolsónál pedig hallja és érti. Érti is azt, amiről szól a kereszténység, érti is azt, hogy kicsoda Isten és mi az ő üzenete. Ha valóban meg is érti, akkor cselekedetek fognak származni. Megváltozott élet származik, megváltozott felfogás, megváltozott értelem származik belőle. Ha valaki érti. Mert ha valaki érti, abból lesz értelmes élet. Nem, nincsen értelmes élet, ugye, enélkül, hogy valaki megértse Istennek az üzenetét.
Vagy például Péternek a vízen járása is egy ilyen történet. Egyből egyébként a következő fejezetben, Máté 14-ben található meg. És a 26-os igeverstől ezt olvashatjuk. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok az, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkelt, Uram, ments meg! És azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Sok hasonló, nem pont ilyen, azért mondom direkt, hogy hasonló fordul elő szinte minden nap a mi életünkben ehhez a példához hasonlóan. Amikor esetleg reggel, nem tudom, hogy ki hogyan kezdi a reggelt, kinyitja a Bibliát, vagy olvasókalauzt, vagy imával, Istenre koncentrálva elkezdi az életét, és utána pedig a legelső pillanatban valami félre siklik. Péter helyesen itt Krisztusra összpontosított egyből a félre siklása után, tehát egyből korrigálta az ő irányát. De emberi szempontból logikusan máshogy koncentrálhatott volna. Nem tudjuk, hogy mennyire jutott el a hajótól, de visszafordulhatott volna a hajóig is, hiszen gondolta volna, na a hajó az én fix pontom. Ezért mondhatta volna a többiek felé is, hogy gyorsan nyújtsatok egy evezőt, hogy abban meg tudjak kapaszkodni. Vagy gyorsan dobjatok már be valami mentő akármicsodát, nem tudom abban az időben milyen ilyen mentőeszközök voltak a hajóba, de gyorsan dobjatok be valamit, amiben meg tudok kapaszkodni. Tehát fordulhatott volna a többiek felé is, nem pedig Jézus felé, aki nem tudjuk, hogy mennyi, milyen távolságra lehetett tőle. Tehát normálisan emberileg, hogyha ilyen történik, akkor az emberben benn van a régi énje, az óembere, óemberének a megoldása jönnek nagyon sokszor fel. Hogy na, ilyen esetben akkor ezt meg ezt kéne csinálni, mert ez a megoldás erre a szituációra. Péter látta, hogy nem az a megoldás, hogy a régi dolgokhoz fordulok, amit Jézus nélkül tettem volna, ilyen megesett volna velem, hogy vízbe esek, hanem Jézushoz fordulok, aki a fix pont. És hitte azt is, hogy Jézus először látták sétálni a vízen, vajon mi van, hogyha csak saját súlyát tudja elbírni? Mi van, hogyha nem tud felhúzni, mivel nem tud annyira ráni a vízre, hogy el tudjon bírni engem. Tehát abszolút tapasztalat nélkül volt Péter ebben a helyzetben Jézussal kapcsolatban. Képes rá egyáltalán, hogy engem megmentsen itt a vízen? Mert biztos, hogy csomószor beestek már vízbe, akár viharba is, és akkor ott volt a többi legénység, vagy többi ember, többi halász, aki megmentette az illetőt. Eddig ez volt neki a tapasztalata. De itt volt egy másik szituáció, amikor ő nem az eddigi tapasztalatát választotta, azt mondta, hogy Isten, gyere segítségemre, Jézus, gyere a segítségemre. Krisztusba akart kapaszkodni, a emberileg nézve, vagy világi szemmel nézve, abszolút bizonytalanba, a biztos megoldások, idézőjelben biztos megoldások helyett. Nagyon jól tudta, hogy Krisztus az egyetlen biztos megoldás ebben a helyzetben. Akihez egyedül érdemes fordulni, akiben egyedül érdemes kapaszkodni. Mert mit akar Isten? Isten azt akarja, hogy mi bízzunk benne. Attól függetlenül, hogy mik a körülményünk, bízzunk benne. És ez mennyire ellentétes egyébként azzal a fajta gondolkodása, hogy bízom Istenben, hogyha hiszek benne, ha ez meg ezt meg ezt megteszi, meg így, meg úgy, vagy ezt meg ezt megadja nekem, akkor majd bízom benne. Körülmények ellenére is bízni Istenben. Higgyük el, teljesen, totálisan higgyük el, hogy ő jót akar nekünk. Lehetséges, hogy a körülményeim nem azt mutatják, vagy ha valaki ránéz egy világi, azt mondja, hogy hát miért követed még mindig Isten? Tehát nem látod, hogy milyen szituációba hozott téged?
hogy most hol vagy, meg mit kell átélned? Erre az ószövetségi, ugye egyesek által lenézett ószövetségi emberek közül, ugye Sadrak, Misak, Abednego, Dánielben azt mondták, hogy de hát bevesz bennünket király a kemencébe is. A Isten akkor is Isten. Ő meg tud szabadítani, akkor meg tud szabadítani. De ha nem szabadít meg, ő akkor is Isten. Mi akkor sem fogjuk őt megtagadni. Úgyhogy csinálj bármit, amit akarsz. Bennünket nem érdekel. Ő jót akar nekünk, függetlenül attól, hogy mi éppen milyen szituációba kerülünk be, az nekünk jó lesz. Azért történik meg a szituáció, mert az nekünk a javunkat szolgálja. Ezt kell, hogy megértsük, átlássuk, tudjuk. Ez szerint éljük az életünket. Ne féljünk az ilyen szituációktól, a nehézségektől. Ismerjük őt és az ő akaratát. És ha ismerjük az őt és az ő akaratát, akkor nem fogunk célt téveszteni. Ugye maga a bűn szó, a hamartia, a görögben az céltévesztést jelent egyébként is. Aki céltéveszt, az bűnt követ el. Ha valaki eltéveszti az élete célját, akkor bűnt követ el. A Péter első levele 5. fejezetének 7. igeverse azt mondja, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert gondja van rátok. Ezt akarja Isten. Ilyen bizalmat akar kelteni. Ha megismerjük őt, akkor ezt a bizalmat tapasztaljuk meg. Hogy minden gond, nem hogy a legfőbb gondotokat, vagy a, mit tudom én, a párválasztás gondját, vagy a munka gondját bízzátok rá, vagy a nem tudom milyen gondot bízzatok rá, minden gondotokat bízzátok rá, mert neki gondja van rátok. Nem majd lesz gondja rátok, most, ilyen pillanatban állandóan gondja van ránk Istennek. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csürbeset akarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, holnap pedig a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ebbe akar teljesen behúzni bennünket Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, ezt átéljük. És ezt, ha teljes jólétben élünk, akkor ezt nem fogjuk megtapasztalni. Akkor azt mondjuk, hogy nem vagyok, nem szorulok Istenre. Hát megvan a munkám, megvan a pénzem, megvan a pénz, az. Hát majd az egyéb dolgokban majd kérem Isten, de ezeket meg tudom magamnak teremteni. És azt mondja, hogy ne így gondolkodj. Én akarok mindent magad neked. Szeretném, ha ezt a mélységes szeretetet, amit érzek irántad, ezt teljesen meg tudnád tapasztalni. És ezért kell nekünk is közel menni, és ezért kell látnunk egyébként azt is, hogy keresztényként mi, hogyha nem Istenre összpontosítunk, hanem ezekre a különböző egyéb dolgokra, amik bennünket körülvesznek, akkor mennyire el tudnak téríteni Istennek ettől a szeretetétől, amiben ő részesíteni akar bennünket. Tehát tudjuk teljesen hátradőlve élvezni Istennek a szeretetét, és megtapasztalni Istennek a szeretetét. És nem elsodródva, más különböző dolgokba kapaszkodva, hanem egyedül csak is belé. Amen.